reggelt, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Laptopot kapnának az új képviselők, a beszerzés bizalmi okok miatt nem szavazta meg a jobb oldal. Ingyen albérletet biztosít egyetemistáknak az MCC, a junior képzésben is résztvevők jelentkezhetnek. Várják a kistermelőket is, laborvizsgálati szolgáltatás a borosgazdáknak Pécsen. Állat közelben. Idén is rendez táborokat a Misina Természet és Állatvédő Egyesület. A helyi önkormányzati képviselők részére laptopok beszerzését célozta meg a Pécsi Önkormányzat Költségvetési és Gazdasági Bizottsága. Ebből valamennyi képviselő részesülhetne az új közgyűlés felállását követően. Azonban bizalmi okokból kifolyólag ezt a polgári oldal képviselője nem támogatta. Bizalmatlanságát érvekkel indokolta, amiért szerinte és frakciója szerint is várni kellene októberig. Az Önkormányzat Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a mai napon új informatikai eszközök beszerzéséről döntött. Ez laptopok beszerzése az októberben felálló új képviselőtestület tagjai számára. A polgári frakció részéről ezt az előterjesztést nem tudták támogatni, tájékoztatott Barkóczi Csaba fideszes önkormányzati képviselő az ülést követően. Az elmúlt időszakban, különösen itt a mögöttünk lévő hónapok kampányidőszakait tekintetbe véve, számos botrányos probléma volt abból, hogy a képviselőtestület jobboldali, tehát az előző ciklusban ellenzéki szerepkörben lévő tagjainak a levelezését, informatikai adatait illetéktelen személyek is hát saját kezükbe tudták venni, azokba betekintést nyerhettek. Ugye ebből itt a közgyűlésben is számos kellemetlen kérdés akadt, ugye a polgármester úrnak is ilyen kérdésekre azért válaszolnia kellett többször, és hát nem igazán tudta megválaszolni, hogy ezek hogy fordulhattak elő. Barkóczi Csaba hozzátette, éppen ezért informatikai és kiberbiztonsági szempontból az lenne a legoptimálisabb, ha az októberi közgyűlésig várnának ezzel a napirendi ponttal. Az lenne a legszerencsésebb, hogy az októberben felálló új közgyűlés döntene arról, hogy milyen forrásból és milyen eszközökkel szeretne dolgozni, hogy ez tiszta és átlátható legyen mindenki számára, hogy ezeknek az eszközöknek a hozzáférése, az ezekre telepített programok, ezek hogyan zajlanak, hogyan néznek ki, hogyan alakulnak, milyen helyről származnak ezek a gépek. Ugyanis alapvető érdeke minden önkormányzati képviselőnek, hogy az általa használt informatikai eszközök biztonságosak legyenek, hangsúlyozta a polgári oldal képviselője. Ingyen albérletet biztosít a PTR-re felvett egyetemistáknak az MCC. A szeptemberben induló junior programot választó fiatalok több más kedvezményes juttatásban is részesülhetnek. A lakhatási kínálatról és a kedvezményekről kérdeztük a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központjának képviseletvezetőjét. Miután kiderülnek a ponthatárok és eldőlt, hogy a Pécsi Egyetem mely szakára veszik fel a diákokat, óriási lehetőség kínálkozik azok számára, akik az MCC képzési programjába is jelentkeztek, illetve jelentkeznek. Ők ingyen albérlethez juthatnak, ez pedig nem csak a diáknak, hanem a szülőknek is nagy könnyebbség, tájékoztatott Erdei Krisztián, az MCC Pécsi Képzési Központjának képviseletvezetője. Képzések és a közösségi programok mellett térítésmentesen biztosítunk szállás lehetőséget a diákoknak, ez Pécset, albérleteket jelent. Emellett ösztöndíjat is fizetünk a diákoknak, hogy inkább a tanulásra koncentráljanak, ne kelljen az egyetem mellett dolgozniuk. Szóval szerintem ez egy nagy könnyebbség a családoknak, és egy fontos és hatalmas lehetőség a diákoknak. A junior képzésbe bárki jelentkezhet, aki most kezdi meg első szemeszterét. Első éves hallgató lesz a Pécsi Tudomány Egyetemen, tette hozzá Erdei Krisztián. Kell egy írásbeli vizsgát tenni, ami egyébként egy szókincsteszt és egy logikai vizsga. Aztán ki kell dolgozni előre megadott témában egy prezentációt, amit a szóbeli vizsgán kell előadni a vizsgabizottságnak. Nem egy nehéz felvételi, mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a diákok mennyire gondolkodnak el a világ problémáiról, mennyire vannak önálló gondolataik, hogyan használják azt a tananyagot, amelyet elsajátítottak már a gimnáziumban, és hogyha egy jó közösség tagja szeretnének lenni, hogyha nemzetközileg versenyképes tudást szeretnének megszerezni, akkor várjuk őket az MCC-ben. Pécs sajátságos helyzetben van. A sok külföldi egyetemista miatt az albérlet árak viszonylag magasak, a kollégiumi férőhelyek száma sem annyira optimális, tudtuk meg a képviseletvezetőtől. Mi megpróbáltuk az albérleteket inkább a belvárosra koncentrálni, mert az is egy saját
sajátosság Pécset, hogy a két nagy egyetemi tömb a város két szélén van, tehát az Orvosi Egyetem, illetve a BTK-TTK, ugye az Ifjúságúton és az Egyetemvárosban, és a közgazdaságtudományi kar, illetve a jogi kar pedig egy másik helyen a városnak, és mi a kettő közé tervezzük az albérleteket. Azért is egyébként, hogy a diákok ne csak az egyetemi óráikra járjanak be, hanem minél gyakrabban látogassák az MCC kurzusait és közösségi programjait. Az MCC egyetemi képzés első lépcsőfokára a junior képzésbe jelentkezhetnek felvett hallgatók. Ez egy egyéves alapozó képzés, amely felkészíti őket az MCC tanulmányaira. Utána következik az iskolarendszeri képzés, amelyet szintén egy felvételi előz meg, az 2 éves, tehát az egyetemi programunk összesen 3 éves, és most szeptembertől egyébként elindulnak a posztgraduális képzéseink is, amely azt jelenti, hogy tulajdonképpen a diákok teljes egyetemi tanulmányait lefedjük, hogy az egyetem mellett az MCC-be is járhassanak, itt megszerezhessék a tudást, fejlődhessenek és külföldi tapasztalatot is szerezhessenek. Az MCC junior képzési programjába a Pécsi Egyetemre felvételt nyert fiatalok augusztus 8-áig jelentkezhetnek. Az ep.mcc.hu oldalon minden információ megtalálható a képzésekről és a vizsgakövetelményekről is. Rövid híreink következnek. Szerda este minden kiderül, idén is megrendezik a Pontot partit a pécsi Széchenyi téren, ahol fény derül a felvételi ponthatárokra. Az eseményen a Pécsi Tudomány Egyetem minden kara részt vesz. Rajtuk kívül az egyetem partnereivel is lehet találkozni. Kifejezetten a Pontot partihoz kötődően a Városháza tornyába is fel lehet látogatni, ám ez a programelem regisztrációhoz kötött. A legjobb jelentkezőknek külön ösztöndíj lehetőséget biztosít a Pécsi Tudomány Egyetem rektori ösztöndíj formájában, olvasható az UNIF Pécsen. Idén egyébként majdnem 121 ezer fiatal jelentkezett a felsőoktatásba, az oktatási hivatal statisztikái szerint a tavalyi évhez képest erősödött a vidéki egyetemek iránti érdeklődés. Idén májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 652 ezer forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 448 ezer 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 14,8, a nettó átlagkereset 14,6, a reálkereset pedig 10,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 525.100 forint volt, a nettó keresete pedig 363.900 forintot ért el, 16,9, illetve 17,2%-kal haladta meg az előző év azonos időszakát. A várandósoknak javasolják a szamárköhögés elleni oltást. A magyar védőoltási rendszernek köszönhetően nincs szamárköhögés járvány, a betegség szorványosan fordul elő, de a várandósoknak javasolt a szamárköhögés elleni emlékeztető oltás, mert az az újszülöttet is védi, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ hétfőn a honlapján. Emlékeztettek arra Európa néhány országában, így Ausztriában, Dániában és Norvégiában már 2023-ban megkezdődött a szamárköhögéses esetek számának emelkedése, míg számos további országban csak 2023 végén vagy 2024 tavaszán. Jelenleg a szamárköhögés elleni újraoltáshoz szükséges oltóanyag országos lefedettséggel hozzáférhető a patikák számára, és a vakcina elérhetőségét a hatóság folyamatosan monitorozza, írták. Mitől lehet jobb a bor minőség? Milyen paraméterekkel kell változtatni ennek érdekében? Ezekre a kérdésekre adhatnak választ a Pécsi Egyetem borászati laboratóriumában. Szeretnék elérni, hogy a kisebb bortermelők is igénybe vegyék szolgáltatásaikat, így javítva a termékük minőségén. Ez egy új készülék a Pécsi Egyetem borászati laboratóriumában. Ezzel must és bor mintákat tudnak elemezni, akár pár milliliterből is. Alkoholtartalom, glicerin, glükóz, fruktóz, szaharóz és különböző savak jelenléte, pH, összesen 15 paraméter, ami befolyásolja majd a bor minőségét. 3 vizsgálati csomagot ajánlanak a gazdáknak, amit ezzel a készülékkel tudnak megcsinálni. 15 paramétert ajánljuk. A második csomagban egy szabadkén
értéket is mérünk ehhez a csomaghoz, illetve a harmadik csomag az összesként értékeket is tartalmazza. Az értékek ismerete alapján tudnak változtatni a borkészítési technológián, hogy jobb minőségű nedüket kapjanak, és ezt palackozhassák a gazdák. A szakember azt mondja, a kistermelőknél még nem megszokott a laborszolgáltatás kérése. Szükséges népszerűsíteni a kistermelők körében is ezeket a vizsgálatokat, hogy mennyire fontosak. A nagyok tisztában vannak ezzel, és ott rendszerint ezek a mérések meg is történnek. A kisebb gazdálkodók körében még nem nagyon elterjedt, úgyhogy ott szükséges lenne igen népszerűsíteni és tudatosítani bennük, hogy ezek nagyon fontosak a jó minőségű bor készítésénél, ezeknek a paramétereknek a nyomon követése. A szakember azt mondja, nem lehet számszerűsíteni, hogy mennyivel lehet javítani a borok minőségén a laborvizsgálatokkal, mert vannak olyan egyéni ízjegyek, amik miatt ezt nem lehet megmondani. De vannak olyan értékek, amihez ragaszkodni kell, hogy biztosan jó minőséget tudjanak elérni. Minden ilyen paraméter, vagy hogy mondjam, azok a paraméterek, amelyek fontosak, azok azért mind szubjektívek. Egyrészt vannak olyan tartományok, amelyekben meg kell, hogy feleljen ugye ez a bor, de ezek azok a paraméterek is, azok a finom paraméterek, azok tartományra vonatkoznak, és nem tudom így lefordítani számszerint, hogy mennyivel lehetne ezt így akkor, mennyivel tudunk jobb bort készíteni, vagy mennyivel lehetne többet eladni. Tehát inkább itt az a fontos, hogy egy bizonyos tartományban, range-ben tudjon maradni a borunk. Ez pedig óriási segítséget jelenthet egy-egy borkészítőnek. Olyan visszajelzés, ami alapján eldönthető, hogy jó úton jár-e a magas minőség elérésében. A Borászati Kutatóintézet laborjában mintegy 100 millió forintos eszközfejlesztést hajtottak végre az új készülékek vizsgálati módszerek bevezetésével. Rövid hírekkel folytatjuk a híradót. Történelmi kalandfilm készülhet Mohácsról a csata 500. évfordulójára. Rákai Filip és Szente Vajk újabb filmje a mohácsi csata témáját fogja feldolgozni, most pedig megkapta az első támogatást is a Nemzeti Filmintézettől. A forgatókönyv első verziója 5 millió forintból fog elkészülni, és ha minden jól halad, 2026-ban kerül a mozikba, számolt be róla a világgazdaság. Rákai Filip, Szente Vajk és a forgatókönyvíró Kis Szabó Márk újabb történelmi film feldolgozásába vág bele, és már az első támogatást is megkapták hozzá. Ez a film nem más, mint az egyelőre Mohács 1526 néven készülő mohácsi csatát feldolgozó film, melynek műfaja kalandfilm lesz, derült ki a filmszakmai döntőbizottság július 12-i döntéséből. Július 30-án hajnali 3:30-kor szabad szemmel is látható csillagászati jelenséget lehet majd megfigyelni a keleti égbolton, ahol 5 égitest, a Fiastyúk csillaghalmaz, a Holdcsarló, a Mars, a Jupiter és a Bika csillagkép vörös csillaga az Aldebarán kerül közel egymáshoz. Az eseményen bemutatott objektumok eltérhetnek az előre meghirdetettől, tekintettel az éppen aktuális légköri viszonyokra. Amennyiben borult idő lesz és nem látszódnának a csillagok, akkor virtuális csillagkép túrán a látogatók az égitestek olyan mélységeibe is bepillanthatnak, amelyeket még a legnagyobb távcsővel sem lehetne látni. Részletes program a Csillagvizsgáló honlapján olvasható. Kutyás lovas helyes állattartással kapcsolatos táborral várja a gyerekeket a Misina Természet és Állatvédő Egyesület. Idén 4 tábort írtak már ki, szerencsére az összes hely betelt. Az egyesület vezetője Farkas Tamás az idei programokról beszél stábunknak. A Misina Természet és Állatvédő Egyesület már évek óta rendez tábor gyerekek számára, aminek keretén belül a fiatalok megismerkedhetnek az állatokkal, valamint tiszta képet kapnak a helyes állattartásról. Ebben az évben is változatos programokkal várják a gyerekeket az egyhetes táborba. Mondhatjuk, hogy most már 30 éve működik az egyesület, és megalakulásától kezdve folyamatosan szervezzük ezeket a táborokat, amelyeknek most állatközelben a címe most már jó néhány éve. Kicsit vegyes, tehát az ide lévő, itt lévő gyerekek a nálunk található állatfajok, mondhatnám, hogy talán mindegyikével megismerkednek. Vannak olyan napok, amikor a vadállatokkal, vannak olyan napok, amikor a házi állatokkal. Ha jól emlékszem, szinte minden nap van kutyás program, minden nap van lovas program. Reggel 8-ra jönnek a gyerekek, 4 óráig vannak itt nálunk, egy meleg étkezést kapnak. Közben
Azt gondolom, hogy nagyon változatos ez a program, hiszen nem elsősorban az a célja, hogy itt most megtanuljanak lovagolni, vagy szakképzett kutya kiképzőt legyenek, hanem hogy megismerkedjenek ezek az állatokkal, megtanulják azt, hogy hogyan kell hozzájuk nyúlni, és esetleg a későbbiekben, amikor állatok fognak jövőbe fogadni, bízunk benne, vagy pedig állatot fognak tartani, akkor már tisztában legyenek ezek a feltételekkel. Ne divatból tartsunk állatot, nyilatkozta Farkas Tamás, a Misina Egyesület elnöke. A tábor alatt kötelességüknek érzik ezt a gondolkodást a gyerekeknek is megtanítani. Nagyon fontos, hogy ne divatból tartsunk állatot, hogy a gyerekkel is elfogadtatjuk azt, hogy lehet, hogy egy agámát, egy törpesünt, vagy egy csincsillát, vagy akár mondjuk egy papagájt, akikkel itt megismerkednek. Nagyon jó közel kerülni hozzá, nagyon jó megsimogatni, megismerkedni, de otthon csak akkor tudom tartani, hogyha feltételeket biztosítani tudom. Az idén 4 tábort rendez az Egyesület. A szervezők legnagyobb örömére minden hely elkelt már. Ez azt bizonyítja, hogy van igény ezekre a táborokra, és a gyerekek szívesen vesznek részt a programokon. Ezért a következő években is szeretnék megrendezni ezeket a foglalkozásokat. Úgy gondoljuk, hogy bízunk benne, a Misina is hosszú éveken keresztül fog még működni, és a Misinának az egyik legfontosabb küldetése, talán mondhatom ezt, a gyerekek nevelése, a szemléletformálás, és ennek egy formája ezeknek a táboroknak a működtetése. Az állatmenhely fontosnak tartja, hogy a gyerekek már fiatalon megtanulják a helyes állattartást, és a közeljövőben, ha házi kedvencet szeretnének, e szerint járjanak el. Ebben is nagy segítséget nyújtanak ezek a táborok, amelyekre minden érdeklődőt szívesen várnak. A régió híreivel folytatjuk. Egy új rendelettervezet szerint 2024. szeptember 1-től a nevelési intézményekben korlátozzák és tiltják bizonyos tárgyak használatát, egyes eszközöket pedig az épületekbe sem szabad majd bevinni. A cél az erőszakos cselekmények megelőzése, valamint tanulók testi-lelki egészségének megóvása. Tolnaiak véleményét kérdeztük. A tiltott tárgyak között szerepel többek között vágó élő szúró vagy vágóeszköz, rugóskés, gázspré, elektromos sokkoló, de az alkohol, a dohánytermékek és az energiaital is a listára került. A használatában korlátozott tárgyak közé tartoznak a telekommunikációs kellékek, különösen a mobiltelefonok, valamint az internet elérésére alkalmas okos eszközök. Ezeket tilos lesz használni az általános iskolákban, valamint gimnáziumokban, szakgimnáziumokban egész tanítási nap, a kollégiumokban a foglalkozások idejében. Az alapfokú művészeti iskolák és a szakiskolák minden év folyamán szintén a foglalkozások, tanórák és az intézményben töltött idő alatt. Takács Zita, a Tolnai Vusinszki Mór általános iskola intézmény vezetője elmondta, ők már egy ideje szabályozzák a mobiltelefon használatot, meg is vannak rá saját módszereik. Hát nálunk az iskolában eddig is a házi rendelő írta, hogy reggel a gyerekeknek az okostelefonjaikat le kellett adni. Ezt a hetes gyűjtötte össze, minden osztálynak van egy saját kis kosara, amiben a telefonokat elhelyezték, és első óra előtt a nevelőszobába azt leadták. És a gyerekek úgy jutottak hozzá, hogy amikor vége volt a tanításnak, akkor jönnek a tanári szobába, bekopognak, és az ott lévő nevelő kiadja azt a kosarat, és ott kivehetik a saját telefonjukat. Bár próbálják betartatni az előírásokat, azért ez nem minden esetben lehetséges. Van azért, aki ezt a rendszert kijátsza, ugyanis már mondtam, említettem, hogy mi gyerekek táskájában nem gyúlunk, tehát mi azt nem ellenőrizzük, hogy valóban leadta a telefonját, vagy nem történt olyan praktika, hogy két telefont hozott, az egyiket látványosan leadta, vagy odaadta olyan társának a telefont, akiről tudjuk, hogy nincs nála, és akkor ő mondta az, hogy nézzük meg a táskáját, vagy ő maga is kipakolta, és valóban ott nem volt telefon, hiszen addigra már másnál volt. Az okostelefonok használata már a hétköznapjaink részévé vált. Ebbe a tevékenységbe az újabb generáció egyszerűen beleszületik, és az oktatási intézményekben is egyre többször előkerül a táskákból. Tolnaiak többsége egyetért a kommunikációs eszközök kizárásával. Szerintem az iskolában tanulni kell, nem ez a megoldás, hogy ottan
egész nap a telefont nyomkodják órákon, és ez rendszeresen zavarják vele az órákat a legtöbb iskolában. Babos Béla 7 gyermekes apukaként különös figyelmet fordít a gyermekek szellemi fejlődésére, így örömmel fogadja az új szabályozást. Hát nálunk 12 éves kor alatt nem volt addig telefon, tehát akkor is csak utána, hogyha elment középiskolába, de nem kapta meg. 14 éves kortól volt telefon, mert ugye lemarad a többiektől, különben sajnos a híradás technika világában ez nehéz dolog. Sokan már otthon is arra szoktatják a kicsiket, hogy minél kevesebbet nyomkodják ezeket az eszközöket. Őnekik a szüleik eléggé bekorlátozzák, csak bizonyos időbe. Van telefonjuk, hogy a szülők elérjék, de nincsen ilyen internet meg egyéb hozzáférésük. Egy 8 meg egy 11 évesnek. A háromnak meg még nem kell. A rendelet szerint a kellékeket a tanítási nap kezdetén le kell adni, és elzárt helyen kell tárolni. A tervezet szerint a leadott tárgyat az átvétel időpontja szerinti állapotban kell visszaadni. Hétvégén és hétfőn is számos baleset történt Tolna vármegye útjain. Ezekről kérdeztük Köves Pétert, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét, aki elmondta, hogy a balesetek megnövekedett száma a meleg időjárásnak is köszönhető. A hőség hatására koncentrációnk is csökkenhet vezetés közben. A hétvége legnagyobb baleseténél három személy autó ütközött össze a 65-ös főúton Tevel térségében. Az egyik vétlen sofőrt súlyos sérülésekkel mentőhelikopter vitte kórházba. Ezekhez riasztották a szekszárdi, valamint a bonyhádi hivatásos tűzoltóegységeket, itt feszítővágó segítségével szabadították ki az egyik gépjárműutasát, összesen 5-en sérültek meg ebben a balesetben. Ebben az évben már 153 közlekedési balesetnél járunk, ahol Tolna vármegyei tűzoltó beavatkozására is szükség volt, mintegy 97-en sérültek meg, és 4 ember életén sajnos már nem lehetett segíteni. Hétfőn is több baleset történt, melynek fő oka a követési távolságban nem tartása volt. A 65-ös főúton nem messze a Siogárdi bekötő úttól egy autós későn észlelte az előtte forgalmi okból lasító másik kocsit és neki ütközött. Kakasd és Bonyhád között szintén hasonló okból ment össze két kocsi. A nyári időszakban fontos még tudni, hogy július 11-e óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, erről is beszámolt a szóvivő. Ami azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőben, fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetén belül található külterületi ingatlanokban, tilos a parlag, valamint a gazégetés is. Nyilván itt a kijelölt tűzrakó helyeken sem engedélyezett a tűzgyújtás. Tolna vármegyében eddig 93 esetben kellett szabadtéri tüzekhez vonulni, mintegy 37 hektárnyi terület égett le, és 161 fecskendőt kellett ezekhez a tűzestek felszámolásához biztosítani. Itt a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók mellett az önkéntes tűzoltó egyesületek is nagy erőket fektetnek be annak érdekében, hogy ezeket a tüzeket meggátolják, megfékezzék. A tüzek megelőzése érdekében mellőzni kell a cigaretta csikkek eldobását, akár gyalogosan, biciklivel vagy autóval közlekedünk. A mentőmellény használatára hívja fel a figyelmet a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. A Balaton körül már 8 olyan oszlop található egy-egy strandon, ahol a gyerekek számára ingyenesen igénybe vehető ilyen mellény. A szervezet további állványok telepítését tervezi, ehhez keres szponzorokat. Idekezedek. Jó, össze tudod csatolni? A mentőmellény felvételét, használatát gyakorolják ebben a siófoki szabtáborban. A gyerekek pontosan tudják, hogy mennyire fontos, hogy felvegyék az eszközt. Mert megmenti az életedet, fönt tart a vízen. A vízisportok kedvelőinél elengedhetetlen, hogy minden alkalommal használják a mentőmellényt. Erre nevelik a fiatalokat is. Nálunk az első pillanatban találkoznak vele, és... Ugyan vannak kivételek, hogy esetleg ahol nem kell nekik használni, de mi mindig azt javasoljuk, hogy minden esetben vízi eszközön meg pláne használják a mentőmellényt, és aztán egész héten a táborunk hete alatt abban vannak a vizen, és teljesen hozzászoknak, és szoktunk erről beszélgetni, hogy mennyire zavaró, mennyire problémás, mennyire kényelmetlen, soha senkinek nem okoz. Megszokják, egyé válik velük, tehát teljesen az életük része lesz aztán. Itt a siófoki nagy strandon is megtalálható az a mentőmellényállvány, amelyet a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának kezdeményezésére helyeztek el. A strand üzemeltetője örömmel fogadta a telepítést. A legfontosabb az élményeken kívül a biztonságos fürdőzés biztosítása. Strandüzemeltető cégként annyit tudtunk tenni, üdvözölve a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának idei kezdeményezését. 12 mentőmellényt helyeztünk el a nagy strandon, ez egy közösségi mentőmellény, ingyen vehetik fel a gyerekek, akkor mennek vízbe fürödni, esetleg vízibiciklit kölcsönöznek a szülők, akkor a gyerekek biztonságosan tudják a vízbe tartani.
A vízimentők magyarországi szakszolgálata immár 3 éve dolgozik azon, hogy minden balatoni strandon legyen ilyen állvány. Eddig összesen 8-at telepítettek. A mentőmellény állványok célja, hogy edukáljunk. Elsősorban az a fő cél, hogy megismertessük a nagy érdeművel, a fürdőző közönséggel, hogy van ilyen eszköz, mert bármilyen furcsa, én mindig azt mondom, hogy 2024-ben mekkora luxus vízbe megfulladni, mert hiszen rengeteg eszköz van arra, hogy ne fulladjunk meg. Na most a mentőmellény az a legpontosabb és legjobb eszköz arra, hogy ne fulladjunk meg, és a vízben fenntartson minket, mert minden más eszköz az csak a lebegésünket segíti és tart fenn bennünket. A mentőmellény kiképzéséből adódóan a fejet minden állapotunkban, akár eszméletlen állapotunkban is, biztosan kitartja a vízből, és hát a létfogságú levegővételnek a nyílásai, bármilyen furcsa, az az orr és a száj, és annak a kitartása a szerepe a mentőmellénynek. A tervek szerint további állványokat telepítenének a Balaton körül. A szakszolgálat ehhez várja további szponzorok támogatását. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer, röviden. Laptopot kapnának az új képviselők. A beszerzés bizalmi okok miatt nem szavazta meg a jobb oldal. Ingyen albérletet biztosít egyetemistáknak az MCC. A junior képzésben is résztvevők jelentkezhetnek. Várják a kistermelőket is. Laborvizsgálati szolgáltatás a borosgazdáknak Pécsen. Állat közelben. Idén is rendez táborokat a Misina Természet és Állatvédő Egyesület. Csütörtökön napos gomoly felhős időre számíthatunk. Záporok, zivatarok elszórtan keleten, észak-keleten fordulhatnak elő. Élénk, erős marad az északnyugati szél. Délelőtt 21-25, délután 26-29 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!